Miután a Chelsea-t 2019-ben kizárták az átigazolásokból, így a londoniak most abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az idei transferidőszakra szánt büdzséjük mellett a tavalyi pénzkeretük is a rendelkezésükre áll. Hakim Ziyech és Timo Werner személyében két klasszist már be is zsákoltak, és ha hinni lehet a híreknek, akkor további játékosok érkezése is várható. Ha érdekel, hogy kikről van szó, és az ő megszerzésük esetén milyen felállásban küldheti pályára a 2020-21-es szezonban a Chelsea-t Frank Lampard, akkor tarts velünk, videónkból ugyanis minden kiderül. Kapus André Onana. Amikor a Chelsea 2018 nyarán a kapusokat tekintve átigazolási rekordért 80 millió euróért megvásárolta Kepa Arrizabalagát az Athletic Bilbao-tól, Londonban alig hanem úgy számoltak, hogy az ő érkezésével a kapusposzt hosszú időre megoldottnak tekinthető. A spanyol hálóőr azonban finoman szólva sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Teljesítményéről sok mindent elárul, hogy az idei szezonban az övé a legrosszabb védési mutató a Premier League-ben. Ráadásul a magatartásával is problémák vannak. Elég csak a tavalyi Liga Kupa döntőben történtekre gondolni, amikor is megtagadta, hogy lecseréljék. Mindezek fényében nem csoda, hogy Frank Lampard állítólag új kapussal szeretne nekivágni a következő szezonnak, és az elmúlt időszakban több név is felmerült azzal kapcsolatban, ki érkezhet Kepa helyére. A Milánt erősítő Gigi Donnarumma mellett a Sheffield Unitedben szereplő Dean Henderson-t is szóba hozták a kékekkel, ám a legnagyobb esély az Ajax kapuját védő André Onana érkezésére van. A 24 éves kameruni játékos az FC Barcelona akadémiáján kezdte karrierjét, innen igazolt Amsterdamba még ifistaként 2015-ben, és azóta már 178 mérkőzésen védett a holland klubnál. Mint sok csapattársa esetében az ő nevét is a 2018-19-es szezonban ismerte meg a világ, amikor az Ajax a Bajnokok Ligájában egészen az elődöntőig menetelt, köszönhetően Onana remek védéseinek is. Nem véletlen, hogy a Chelsea-nél a hírek szerint ő az első számú célpont a kapuba, és a nyáron várhatóan ajánlatot is tesznek érte. Az afrikai kapus ráadásul viszonylag olcsó vétel lenne, legalábbis Kepához képest, hiszen az Ajax mindössze 30 millió euró körüli összeget kér érte. És hogy mi lesz Kepa sorsa? A spanyol kapus Onana érkezése esetén biztosan távozik, és ha lehet hinni a Marca értesüléseinek, akkor visszatérhet a La Ligába, ahonnan a Valencia csábítja. Balhátvéd Ben Chilwell. Noha a Chelsea jelenlegi keretében Marcos Alonso és Emerson Palmieri személyében két kiváló képességekkel megáldott balbek is rendelkezésre áll, azonban egyikük sem igazán illik bele Frank Lampard elképzeléseibe. Előbbi a gyenge védőmunkája, utóbbi pedig a sérülékenysége miatt, és egyáltalán nem zárható ki, hogy mindketten távoznak a nyáron. Érthető tehát, hogy a kékek mindenképpen szeretnének igazolni egy balhátvédet a következő idényre, és első számú kiszemeltjük a Leicester City saját nevelésű játékosa Ben Chilwell. A 23 éves angol válogatott védő fiatalkora ellenére már komoly Premier League rutinnal rendelkezik, hiszen a mostani már a negyedik idénye az élvonalban. Ráadásul az idei szezonban nem csak jól, hanem eredményesen is játszik. 26 bajnokin pályára lépve 3 gólt és 3 gólpasszt is feljegyeztek a neve mellé, ami jelzi, hogy a védekező feladatainak ellátása mellett a támadásokat is képes hatékonyan segíteni. Frank Lampardnak pedig épp ilyen balbekre van szüksége, azonban megszerzése nem tűnik egyszerűnek, lévén a Leicester legalább 65 millió eurót szeretne kapni érte, míg a Chelsea a hírek szerint legfeljebb 50 milliót lenne hajlandó áldozni rá. Vagyis egyelőre igencsak messze áll a két klub a megegyezéstől, éppen ezért a Chelsea-nek van egy B-terve is arra az esetre, ha Chilwellt nem sikerülne megszereznie. Ez pedig állítólag nem más, mint az Ajax argentin erőssége, Nicolas Tagliafico, aki már 25 millió euróért is mozdítható lenne Amsterdamból. Baloldali középhátvéd Antonio Rüdiger. A tabella első 6 helyezettjét tekintve magasan a Chelsea kapta a legtöbb gólt az idei bajnokságban. A kékek 32 forduló alatt 44-szer kapituláltak, és eddig mindössze 6 meccset tudtak kapott gól nélkül lehozni, pedig jobb védekezéssel akár előrébb is állhatnának a pontvadászatban. A londoniak szellős védekezésében nagy szerepet játszik, hogy a középhátvédek közül Antonio Rüdigeren kívül senki sem képes megbízható, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani. A német válogatott játékos immár harmadik éve kihagyhatatlan a Chelsea védelmének közepéről, eddig 109 tétmeccsel lépett pályára a csapatban, és középhátvéd létére már 6 gólja is van. Meg is érezte a hiányát az együttes, amikor a szezon első felében sérülés miatt alig volt hadrafogható. Távollétében Lampardnak a Zuma Tomori Christensen 3-asból kellett kiválasztania azt a két játékost, akiket a védelem tengelyében szerepeltetett, de bárhogyan is keverte a kártyáit, sehogyan sem sikerült stabilizálnia a csapat védekezését. Túlzás lenne azt állítani, hogy Rüdiger felépülésével sokat javult volna a helyzet, de ez legkevésbé sem a németen múlik, az ő teljesítményét ugyanis nem érheti különösebb kritika,
és Lampard vérhetően a következő idényben is komoly szerepet szán majd neki. Jobboldali középhátvéd Fikayo Tomori. Hogy ki lesz Rüdiger társa a védelem tengelyében, azt egyelőre nehéz megjósolni, de látva a keret többi középhátvédjének idei teljesítményét, várhatóan erre a posztra is igazol valakit a londoni klub. Az elmúlt időszakban legtöbbször a Leipziget erősítő Dayo Upamecanót és a Chelsea nevelésnek számító, de 2017 óta a Bournemouth-ben szereplő Nathan Akét emlegették a kékekkel kapcsolatban, azonban egyikük megszerzése sem ígérkezik egyszerűnek. Előbbi játékosért hatalmas a konkurenciaharc, szinte minden top csapat bejelentkezett érte, utóbbit pedig több mint 70 millió euróra taksálja a klubja. Ugyanakkor sem Upamecano, sem Aké ügyében nem tett még konkrét lépéseket a Chelsea, így aztán azt sem zárható ki, hogy a jelenleg is a keretben lévő középső védők közül kerül majd ki Rüdiger állandó párja. Ha így történik, akkor erre Fikayo Tomorinak van a legnagyobb esélye, akit az egyik legnagyobb védőreménységnek tartanak Angliában. A klub saját nevelésű 22 éves játékosa már 2016-ban bemutatkozott a Chelsea-ben, azonban a következő éveket kölcsönben más kluboknál töltötte. Így került a 2018-19-es szezonban a Championship-ben szereplő Derby County-hoz, ahol éppen Frank Lampard volt az edzője, aki stabil kezdőként számított rá. Egy ideig úgy tűnt, a Chelsea-nél is alapemberként számol vele a tréner, a bajnokság első felében ugyanis sorozatban 11 meccsen jelölte őt a kezdőbe, azonban a teljesítménye meglehetősen hullámzó volt, így a 2019-es év végére kiszorult a csapatból. Ennek ellenére a képességeit nem lehet megkérdőjelezni. Nem véletlen, hogy novemberben az angol válogatottban is bemutatkozhatott, és a hírek szerint Lampard is kulcs szerepet szán neki a jövő Chelsea-ében. Ehhez viszont még sokat kell fejlődnie. Jobb hátvéd Reece James. Lampard a mostani szezonban a Reece James Cesar Azpilicueta kettős rotálja a védelem jobb oldalán, és bár közülük inkább Azpilicueta tűnik első számú választásnak, ez a következő szezonban változhat, és a jól értesültek szerint a 20 esztendős angol védő az ideihez képest sokkal nagyobb szerephez jut majd. A klub saját nevelésű játékosának számító James a jelenlegi idényben eddig összesen 30 tétmérkőzése jutott szóhoz, ezeken kétszer volt eredményes, emellett kiosztott 3 gólpaszt is, ami figyelembe véve, hogy ez az első teljes szezonja a Chelsea-ben, egészen kiváló mérleg, pláne egy jobb hátvéd esetében. A szakértők, akár csak Tomorit, őt is az angol labdarúgás legnagyobb ígéretei közé sorolják. Az egész jobb oldalt képes bejátszani, rendkívül gyors és kiválóan ad be, több rutinnal felvértezve pedig igazi világklasszissá válhat a posztján. Nem meglepő, hogy a Chelsea az év elején szerződést hosszabbított vele, melynek értelmében James 2025 nyaráig lesz a londoniak játékosa. Középpályás Jorginho. Az olasz középpályás 2018 nyarán 60 millió euró ellenében a Napolitól igazolt a Chelsea-hez, ahol első szezonja finoman szólva sem sikerült a legjobban. 52 tétmeccsen pályára lépve, mindössze 2 góllal és gólpassz nélkül zárta a 2018-2019-es idényt. Ugyanakkor az ő feladata inkább a csapat mozgatása, a támadások építése. Igaz, tavaly ebben sem jeleskedett. Sokan azzal vádolták, hogy csak alibi passzokra képes. Ám Jorginho a jelenlegi idényben Frank Lampard keze alatt megmutatta, hogy nem véletlenül számít alapembernek az olasz válogatottban is. Immár valamivel támadóbb szerepkörben futballozik, és ez is remekül megy neki, hiszen már 7 gólja és 2 asszisztja is van, és igazi vezérévé vált a Chelsea fiatalos csapatának. Lévén, hogy a londoniak a következő idényben is a fiatalokra építenek majd, Jorginho rutinjára és klasszisára nagy szükségük lesz, így az olasz vélhetően a következő idényben is meghatározó tagja lesz a kékek kezdőjének. Persze, ha csak el nem adják a Juventusnak, amely állítólag továbbra is szeretné őt megszerezni. Középpályás N'Golo Kanté. Kanté épp ellenkező utat jár be Jorginhohoz képest, hiszen a francia játékos elmúlt szezonja ragyogóan sikerült, a mostanival azonban már kicsit gyengébben teljesít. Ugyanakkor ebben a sérülései is szerepet játszanak, idén már 3-szor is a partvonalon kívülre került, a többnapos, olykor több hetes kihagyások pedig érthető módon megnehezítik számára a formába lendülést. A hullámzó teljesítménye miatt az elmúlt hónapokban többször is felütötte a fejét az a pletyka, miszerint megfelelő ajánlat esetén a Chelsea hajlandó lenne megválni tőle, ám szerintünk sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a következő szezonban is a londoni csapatot fogja erősíteni. Egyrészt a 80 millió eurós vételár által a jelenlegi körülmények közepette csak nagyon kevés klub lenne képes kifizetni, másrészt pedig rajta kívül nem igen találni olyan játékost a jelenlegi keretben, akit a szűken vett világelithez lehetne sorolni, márpedig igazi klasszisok nélkül lehetetlen komolyabb sikerekért harcba szállni. Vagyis a Chelsea, ha jót akar magának, akkor megtartja Kantét, hozzá hasonló középpályás ugyanis nagyon kevés van a világon. Támadó középpályás Kai Havertz.
A Chelsea a mostani idényben a tabella első két helyezettjéhez képest meglehetősen kevés gólt szerzett eddig. Nem csoda, hogy Lampard a támadó szekció teljes megreformálását tervezi a következő szezonban. A csapat eredményesebbé tételéhez mindenképpen szüksége lenne egy gólerős középpályásra is. És a hírek szerint kiválságlistájának élén a Bayer Leverkusen kiválósága Kai Havertz áll. Ami nem csoda, hiszen a német játékos az elmúlt két idényben csatárokat megszégyenítő mértékben termelte a gólokat. Tavaly 20, idén pedig 16 alkalommal talált be, miközben 16 asszisztot is kiosztott, vagyis az előkészítés is nagyon megy neki. Sajtóhírek szerint a Chelsea már felvette a kapcsolatot vele, sőt, a klub tulajdonosa Roman Abramovich állítólag személyesen beszélt Havertzzel, hogy meggyőzze, érdemes az angol fővárosba költöznie. Megszerzése azonban két okból kifolyólag sem ígérkezik könnyűnek. Egyrészt a Leverkusen legalább 100 millió eurót szeretne kapni érte, ami még a Chelsea-nek is sok lehet, másrészt Havertzet az összes európai sztárcsapat szeretné a soraiban tudni. A Bayern Münchentől kezdve a Real Madridon át egészen a Barcelonáig, és vélhetően ők is mindent bevetnek majd a megszerzése érdekében. Minden esetre, ha a németről végül le is maradna a Chelsea, akkor sem történik tragédia, hiszen ezen a poszton az idei szezonban berobbanó 21 éves Mason Mount is bevethető, akárcsak a horvát VB ezüstérmes kiválóság Mateo Kovacic és az Ajaxtól megszerzett Hakim Ziyech is. Balszélső Christian Pulisic. A Chelsea papíron kiválóan áll balszélsők tekintetében, hiszen az ezen a poszton számításba vehető játékosok közül Christian Pulisic és Callum Hudson-Odoi is kiváló kvalitásokkal rendelkezik, csak hogy mindketten sérülékenyek. Emiatt előbbi 10, utóbbi 9 bajnokiról hiányzott eddig a szezonban, a sok kihagyás pedig a teljesítményükre is kihatott. Kettejük közül azonban egyértelműen Pulisic rukkolt elő meggyőzőbb játékkal, ráadásul az ő neve mellett már 8 gólt is feljegyeztek, míg Hudson-Odoi erejéből eddig csak 4 találatra futotta. Így aztán semmi meglepő nincs abban, hogy a bajnokság újraindulása óta Lampard a bal szélen egyértelműen az amerikai játékost favorizálja, aki tavaly egyébként Eden Hazard pótlására vett meg a Chelsea. Túlzás lenne azt állítani, hogy a volt Dortmundinak sikerült felettetnie a belgát, de esetenként azért megvillantott valamit a kivételes képességeiből. Nem mellesleg Hazard első Chelsea-ben töltött szezonjában 9 bajnoki gólig jutott, míg Pulisic 6 fordulóval a vége előtt már 7 találatnál jár, ami több mint biztató a jövőre nézve. Pláne, hogy Pulisic még mindig csak 21 esztendős, vagyis bőven van ideje arra, hogy a belgához hasonlóan ő is a kékek támadójátékának egyik kulcsfigurájává váljon. Jobb szélső Hakim Ziyech. A Chelsea-nél az elmúlt években hol Willian, hol Pedro játszott a jobb szélen, és nem is rosszul. Azonban előbbi már 31, utóbbi pedig 32 éves is elmúlt, így mindenképp szükségszerűvé vált egy új játékos igazolása ebbe a pozícióba. Főleg, hogy az előbb említett játékosok szerződése ezen a nyáron lejár, és egyikükkel sem sikerült megegyezni a hosszabbítást illetően, így mind a brazil, mind a spanyol kiválóság távozik a klubtól a szezon végeztével. Az ő pótlásukról Hakim Ziyech leigazolásával már februárban gondoskodott a vezetőség, akit 40 millió euró ellenében az Ajax Amsterdamtól szerez. Meg. A 27 éves, 32-szeres marokkói válogatott támadó a 2018-2019-es szezonban szerzett magának hírnevet, a szélsőnek ugyanis elévülhetetlen érdemei voltak az Ajax Bajnokok Ligája menetelésében. A Real kapuját például kétszer is bevette, de gólt szerzett a Tottenham elleni elődöntő visszavágón is. Nem csoda, hogy már az elmúlt nyáron bejelentkezett érte szinte fél Európa, ám némi meglepetésre egyetlen klub sem tett hivatalos ajánlatot az Ajaxnak, így Ziyech végül maradt Hollandiában, sőt augusztus elején szerződést is hosszabbított a hollandokkal 2022-ig, hogy aztán az új szezonban is bombaformában futballozzon. Februárig minden tétmeccset figyelembe véve már 8 gól és 21 gól passzált a neve mellett, ez a teljesítmény pedig ismét kapóssá tette őt a topklubok körében, akik közül végül a Chelsea szerezte meg. Miután Ziyech rendkívül sokoldalú támadónak számít, elvégre a pálya mindkét szélén és a közepén is képes játszani, így Frank Lampard variációs lehetőségei alaposan megnőnek majd vele a támadó szekcióban. Középcsatár Timo Werner. A Chelsea júniusban jelentette be az RB Leipzig német válogatott támadójának leigazolását, ami annak fényében némileg váratlan fordulatnak számított, hogy előtte szinte más sem lehetett hallani vele kapcsolatban, mint hogy biztosan a Liverpool lesz a következő klubja. A vörösök anyagi helyzete azonban nem tette lehetővé Werner leigazolását, így a játékost a Chelsea szerezte meg, amelynek viszont nem okozott különösebb problémát a szerződésében szereplő 60 millió eurós kivásárlási záradék kifizetése.
Ez a német támadó esetében már-már potom összegnek számít, hiszen az elmúlt 4 évben igazi klasszissá nőtte ki magát a Leipzigban, amelynek mezében 159 tétmeccsen 95 gólt és 40 asszisztot jegyzett. Papíron tehát hatalmas vásárt csinált vele a Chelsea, amely egyébként 5 évre szóló évi 10 millió eurós fizetést garantáló szerződést kötött vele, amivel ő lesz a legjobban kereső játékos a Stamford Bridge-en. Mivel főként középcsatárként képes kimagasló teljesítmény nyújtani, így várhatóan Lampard is ezen a poszton játszatja majd. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy az alacsony termete miatt mennyire tud majd érvényesülni a Premier League Stram kőkemény középhátvédjei között. De még ha ez problémát is okozna számára, a Chelsea drukkereknek akkor sem kell kétségbe esni, hiszen a remek fizikai paraméterekkel rendelkező, és nem mellesleg a csapat idei legeredményesebb játékosának számító Tammy Abraham, sőt a francia világbajnok Olivier Giroud is bevethető a középcsatár pozícióban. Werner pedig ebben az esetben kikerülne a bal szélre, ahol szintén otthonosan mozog, elvégre a Leipzigben is többször bevetették ezen a poszton. Így állhat fel tehát a Chelsea a 2020-2021-es szezonban. Szerintetek egy ilyen csapattal a kékeknek lenne esélyük a Premier League megnyerésére? Írjátok meg véleményeiteket kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focis tartalmakért iratkozzatok fel a csatornára.